Porrázúzott álmok. Amerika, megérkeztünk! Itt vagyunk, New York! Elnézést! Elnézést! Elengednének? Elnézést! Elnézést! Elengednének? Ott a szabadságszobor! Elnézést! Elnézést. Szabad lesz. Elnézést. Elnézést. Szabad lesz. Elnézést. Gisella Pearl? Dr. Gisella Pearl vagyok. Tudom. Egy nagyon híres orvos. Az anyám sokat mesélt magáról. Valóban? Igen. Azt mondta, ön egy csodálatos nő és remek orvos. Gyere, gyere. Oh. Még 3 hét. Nem több. Igen. Még 3 hét. Ez nagyon érdekes. Az orvosom is ezt mondta. Az jó. Hogy hívnak? Didi. Didi Goldstein. Didi Goldstein? Remek. Várj meg odakint, kérlek. Majd kint találkozunk. Elnézést. Elnézést. A Central Parkba. Taxi! De jó Isten. Én voltam Rachel nénikéd orvosa Máramaros szigeten. Igen, de sosem találkoztam vele, legalábbis eddig nem. Remélem, ő is hamarosan megint. Én is. Ah, itt még több van. Nézd ezeket a cipőket. Ah, ki veszi fel ezeket? Egy szobalány talán, de nem egy igazi hölgy. Na nem ám, na gyere. Dr. Pearl, nem láttunk már elég cipőt? Nem, mindet látnom kell, mielőtt megveszem az igazit. Parancsoljon, asszonyom. Tetszik? Ó, igen. Ez az. Ez lesz az igazi. Dr. Pearl, ez nagyon drága. Szigeten csak a legjobbat viseltük. Gyönyörű holmiaink voltak, Didi, csodálatosak. Ó, oh, el sem tudod képzelni, milyen szépek voltak. De ez itt New York, nem akkor a sziget. Akkor itt egyenesen mesés lesz. Ó, oh, nem, el sem tudom mondani. Ez valami, ez... Ó, oh, Istenem. Giszka, ne bámuld már annyit a cipődet. Hallod, amit mondok? Ne bámuld a cipőd orrát, inkább hozd ide a sábad gyertyát. Igen, mama. Baruchát Adonai Elohim, melech halam hamotzi min haaretz. Amen. Amen. Papa! Papa, én orvos szeretnék lenni. Csilla! Segíts anyádnak tálalni. Igen, papa. Hallottad, amit mondtam? Orvos szeretnék lenni. Papa, szeretnék egyetemre menni, Kolozsvárra. Giszka, szerintem ez jó ötlet. Mose, az egyetlen lány és az egyetlen zsidó. Orvos. Giszka, nem te leszel az egyetlen. Én is orvos leszek. Neked nem elég az, hogy már most osztály első vagy? Giszka, ez nem elég? Nem, papa. Ez nem elég. Dr. Pearl? Dr. Pearl? Igen? A cipő. Ah, tökéletes. Megvesszük. Azt hittem, csak érte kell mennem, és el kell hoznom. Nem pedig vásárló körútra vinni. Édesem. Dr. Pearl hozzászokott, hogy szigeted minden nem meglegyen. Azt észrevettem, teljesen kifosztott. Figyelj, Didi.
Azok után, amin átment. Mindent meg kell tennünk, hogy segítsük őt. Tudom, tudom, apa. De nézd azt az új cipőt. Nincs is hozzáillő ruhája. Sára! Mi történt, Sára? Mi van? Rachel. Az én drága nővére. Rachel meghalt. Gizka! Megtaláltam Rachelt! Rachel! A mi vonatunkon voltál? Igen. Majd én vigyázok az édesanyjára, ne aggódjon. Gizella. Amikor meghalt. Igen? Amikor Rachel meghalt, egyedül volt. Gizka! Dr. Fer! Majd én vigyázok az édesanyjára, ne aggódjon! Nem. Gizka, egész este ezen töprengtem. Most már jobb, hogy tudom, hogy volt vele valaki. Hogy valaki volt mellette. De biztos vagy ebben? Igen, biztos vagyok. Igen. Akkor jó. Igen. Ismét praktizálnom kell. Szeretném ezt elérni, papa. De miért, Gizka? Nincs már elég orvos a világon. De szigeten nincs egy női orvos sem. Te akarsz lenni az első? És nincs egy nőgyógyász sem. Nem akarom, hogy elveszítsd a hitedet. Nem akarom, hogy lemondj a zsidóvallásról. Papa, eszem ágában. Te vagy a legnagyobb lányom. És nagyon szeretlek. Férjhez fogsz menni, gyerekeket szülsz, és kötelességtudó zsidó leszel, és alázatos. Nem lehetnék egyszerre feleség, kötelességtudó zsidó, anya és orvos? Elég, ha anya leszel ahhoz, hogy életet adj. Anyaként életet adhatok, orvosként pedig életeket menthetek. Hát nem érted, papa. Rendkívül fontos ember lehetnék. Miért épp te? Ki más lehetne? Nem tudnál egyszer olyan lenni, mint a többi lány. Papa, büszke leszel rám? Gyermekem, én már az vagyok. De szeretném, ha még büszkébb lennél. Ezt tőled kaptam. Igen, emlékszem. Esküszöm, papa. Erre a könyvre esküszöm, hogy bárhová megyek, és bárhová sodor az élet, minden körülmények között, mindig, igen, mindig igaz, hithű zsidó maradok. Dr. Pearl? Dr. Gizella Pearl? Dr. Pearl? Igen? Üdvözlöm, Esther Jakob vagyok, az amerikai zsidó segélyszervezettől. Üdvözlöm, néhány hónappal ezelőtt Párizsban találkoztunk. Az átkelési engedély megszerzésében segítettem. Nos, mehetünk? Igen. Remek. Készen áll? Bocsásson meg, Eszter, de... Igen? Nekem ismét praktizálnom kell. Természetesen, megoldjuk. Ne aggódjunk, nem, attól tartok, nem értett meg. Ha nem lehetek orvos... Abba belehalok. Dr. Pearl, tudnia kell, hogy ahhoz, hogy ebben az országban orvosként praktizálhasson, állampolgárságért kell folyamodnia. Nos, igen. Rendben is van. És vizsgát kell tennie a Nemzeti Egészségügyi Tanács előtt. Én azonban úgy érzem, nem felel meg ennek. Elnézést, doktor úr, de nem hiszem, hogy megértett. Én Dr. egy nagyon... Pearl ideiglenes vízummal rendelkezik, de már beadta a kérvényét. Saul Bloom képviselő már... Eleanor Roosevelt kérésére már indítványozta is a kérelmet. Nos, ez nagyon jó hír. Akkor talán mi is meggyorsíthatjuk a dolgok menetét. Jó. Önnél vannak a diplomái? A diplomáim, doktor úr? Kíváncsi rá, hogy hol vannak a diplomáim? Hát én is. Én is.
most ezzel kell megelégednem. Semmi baj. Semmi baj. Hogy halad a magolással? A magolással? A tanulással. Ah. A vizsgára. Ah. Comme si, comme ça. Sajnálom, de ki kell mondanom, önök sehol sem állnak az európaiak mellett az orvostudomány terén. Sajnálom, de le vannak maradva. Akkor nem semmi orvos lehetett maga Magyarországon. Ezt hallotta? Nem, de feltételezem, hogy az volt. Ó, igen. Esküszöm, hogy hivatásomhoz méltó magatartást tanúsítok. Az voltam. Az voltam. Legfőbb törvénynek tekintem a beteg testi-lelki gyógyítását, a betegségek megelőzését, az emberi életet minden megkülönböztetés nélkül tisztelem. Ez csodálatos. Anya! Imre! Imre, mi történt? A villám bejött a házba. Gyere ide anyához, na gyere, gyere gyorsan. A villám nem fog bántani kincsem. Odakint marad, ahol a helye van. Te jó ég, Imre. Csukd be a szemed és ne leskelődj, rendben? Ne nyisd ki. Jó van. Majd én énekelek neked, hogy ne halld a dörgést, jó? Gyere, bújj be. Ölelj át szorosan. Ó, kincsem. Half in Pippachi, rent a fire old, woman steady's hay. Oh, na, 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 na. És most következzék az egyik nagy kedvencem, Strauss kék duna keringője. Tökéletes gyerek. Csodálatos. Kocincsunk. Ígyunk a boldog és egészséges Jákob bébire, a mi bébinkre. Lehaim. Lehaim. Gizella, te nem mondasz lehaimat a baba egészségére? Jaj, dehogy nem. Lehaim a Jákoboknak. Lehaim, lehaim. De Didi, nem kellett volna császárral szülned. Jaj, ne. Elkerülhető lett volna. Ha ott lehettem volna, semmi bajod nem esik. Dr. Pearl, a törvény szerint először meg kell szereznie az állampolgárságot. Segíthet a következőnél. És a következőnél, és az Itzák, azt követőnél. Itzák, ez nem helyes. Míg én kémcsöveket mosok, hozzá nem értő emberek döntik el, hogy praktizálhatok-e. Én mondom, Itzák, ez nem helyes. És ezt te is tudod, mindenkinél Gizella, jobban. Mégis kikből áll ez a tanács? Én kislányként kezdtem tanulni a hivatásomért Kolozsváron. Elnézést. Dr. Taylor, Dr. Howard Taylor. Elnézést. Dr. Howard Taylor-t várják a négyes vizsgálatban. Elnézést. Dr. Ruben vagyok, Gizella Pearl-t keresem. Nem tudja valaki, hol van? Én vagyok Dr. Pearl. Szükségem van a segítségére, kérem. Nagyon sürgős, kérem, jöjjön velem. Mi történt?
Onkológus vagyok. A feleségem most szül, de az orvos a házon kívül van. A baba elakadt a szülőcsatornában, de nem akarom, hogy a feleségemet megcsászározzák. Értem. Az altató orvos beadta már neki az ízléstelenítőt? Nem, még nem. Eszter Jakob beszélt magáról, és én bízom benne. Az apósom kolozsvári nőgyógyász volt, és hallottam, ön sokat tanult tőle, Abrams-től. Doktor Abrams itt van. Segíthetne elintézni a papírjait. Sajnálom, doktor Perl, ő nem élte túl. Kérem, most menjünk, sietnünk kell. A felesége magyar? Igen, a neve Éva. A sebész Cérnát. Azonnal, doktor úr. Adjanak neki egy ruhát, kérem. Parancsoljon. Minden rendben, szívem. Minden rendben, nyugodj meg. Szakorvos, dr. Gizella Perl. De még nem műtett, nem vizsgázott le a tanács előtt. Csak egy vizsgája hiányzik, és nem fog műteni, ha csak nem látja feltétlenül szükségesnek. Nézze! Éva a feleségem. Kérem, álljon hátrébb, és engedj ide dr. Perlt. Rendben. Ám legyen, ahogy óhajtja. Éva, én dr. Perl vagyok. Szeretném, ha kicsiket lélegeznél, és nem nyomnál, rendben? Nyugodj meg, biztonságban vagy. Segíteni fogok neked. Mikor kezdődtek a fájások? 18 órája. Mennyire tágult ki? Egy órája teljesen kitágult. Értem. Milyen fekvésben van? Arctartásos. Éva, figyelj rám! Lélegezz aprókat! Most megvizsgállak, majd befordítom a babát. A babának nem lesz semmi baja. Rendben? Jól van. Lélegezz kicsiket. Jól csinálod. Nagyon jó. Istenem, segíts, hogy ma megmentsek egy életet. Doktor Bánt várják az egyesületet. Gyönyörű baba. Ön egy igazi életmentő. Mazel-tov. Köszönöm, hálásan köszönöm. Ha kislány lett volna, magáról neveztük volna. Régen mindig ezt kértem a pácienseimtől. Az ég áldja meg, doktor. Hívjon csak Giszkának, a barátaim mindig így szólítanak. Szólítottak. Ezt meg fogom hálálni önnek. Nem, szó sem lehet róla. Nem is sejtik, mekkora örömet szereztek. Már is késésben vagyunk. Nem az én hibám. Isten hozta, asszonyom. Csak óvatos. Oh, Didi. Ez tökéletes. Már látom is magam előtt. Az első emeleten lesz a rendelő, a másodikon a lakás, épp mint szigeten. Sziget, sziget, sziget. Igen, igen. Didi, ez csodálatos. Oh. Világra segítette a gyermekét, és cserébe lakást adott a Central Park mellett. Pedig mondtam neki, hogy jobban szeretem Manhattan. Mihez képest? Queenshez, ahol Michael lakom. Dr. Ruben úgy érezte, így viszonozhatná a segítségemet. De nem gondolja, hogy ez egy kis túlzás? Bízott bennem. Én pedig megmentettem a gyermekét. Didi, te is tudod, hogy egy gyermek ajándék. A legnagyobb ajándék, egy szent ajándék. És az, hogy én segíthettem rajta. Ez üres. Micsoda? Üres bőröndöt hozott? Igen, mert nincs semmim. Akkor miért cipelte magával? Hogy ne jöjjek üres kézzel. Jó, nekem mennem kell. Vissza kell mennem a kisbabámhoz. Adj egy puszit helyettem is a csöpségnek, jó? Rendben. Köszönöm. Szia. Jézusom, mi történt vele? Doktor Perl! Doktor Perl, kérem! Te jó ég! Jöjjenek be! Gyorsan! Gyertek! Foglak, gyere! Gyertek, minden rendben van, nyugodj meg! Szegény! Erzsébet, egy-kettőre felépülsz. Hallottam magáról.
Nem vagyok zsidó, de nem tudtam, hová máshová mehetnék. Ide jöttél, és ennek nagyon örülök. Jaj, bocsáss meg. Értesítenem kell a szüleidet. A szüleim meghaltak. A bácsikámmal élek. Dolgozni kényszerít, ezért nem tudok iskolába járni. Ő tette ezt veled? Uh-huh. Ó, Istenem. Minden este részegre iszta magát. Bejön a szobámba, és erőszakoskodik velem, és eddig mindig sikerült leráznom, de ma este, amikor nem akarok visszamenni hozzá, inkább meghalok. Nem fogsz meghalni, kedvesem. És nem is kell visszamenned hozzá. Nem bizony. Itt maradsz velünk. Elég nagy a ház. Visszamész az iskolába. Na, gyere. Dolgozhatok is. Nagyon szorgalmas vagyok. Hallgass most, kérlek. Fogod magad és lefekszel, rendben? Pihenned kell. Jót fog tenni egy kis alvás. Köszönöm, doktornő, köszönöm. Jonas Ruben vagyok. Remélem, nem zavarom. Dr. Ruben, ez a lakás egyszerűen csodálatos. Ígérem, amint tudom, kifizetem Eljött, a... Ne aggódjon! Azért hívtam, mert... Elsőként szerettem volna közölni magával, hogy átment a végső vizsgán. Iszka, még ott van? Igen, Dr. Ruben. Jonas, kérem. Hamarosan dolgozhat, már csak az állampolgársági kérelmét kellene jóvá. Igen, hagyják. Bár felmerült bennem a kérdés, hogy nincs-e valami gond a kérelemmel. Az ügyintézés hosszadalmas. Legyen türelmes, Kiszka. Ez csak egy bürokratikus formaság, papírmunka. Nincs miért aggódnia. Nincs? Tényleg? Biztos vagyok benne. Nos, akkor ez jó hír. Köszönöm, Dr. Ruben. Jonas. Hálás vagyok önnek. Köszönöm. Az összejövetel nem folytatódhat nélküled, drágám. Mindenki rád vár. Gyönyörű. Bravo. Ez hadd nagyon szép az meg. Csodálatos volt. Ideje, hogy egy orvos munkája sohasem ér véget. Kezdjük a verssel, amit írtál. Igen, igen, lányom, az lesz a legjobb. Nem, papa. Igen, halljuk. Giszka, inkább add elő Ofélia beszédét a harmadik felvonásból. Az én édesöcsém, az én drága Dávidom, ő csak egy kis Shakespeare-re vágyik. De nem csak én, Helen is. A család második női orvosa. Elég, már túl sok az orvos. Akkor lássuk, mit szeretne, Róza vagy Csilla? Csilla, mi az, amit szeretnél? Valami, amit mindketten akarunk. Énekelni. Ó, egy éneket? Jó lesz? Igen, éneket. Éneket. Na majd kísértiteket. Itt Gabon, Zegen. Gabon, Zephren, Elifel, Hat, Mois, Ketan, Dibrin, Un, Hat, Ong, Tan, Dibrin, Un, Gashik, Tan, Mak, Dibrin, Dit, Fe, Hat, Dibrin, Dit, Dan, Dibrin, Un, 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 Dibrin, Dit, Dan, Dibrin
Dr. Pearl, először is gratulálni szeretnék, hogy sikeresen vizsgázott az orvosi tanács előtt. Köszönöm. A hivatal azért kérte, hogy megjelenjen nálunk, mert bizonyos kérdések merültek fel az állampolgársági kérelmét illetően. Remélhetőleg ön majd válaszolni fog rájuk. Kérdések? Miféle kérdések? Orvosi jellegűek? Uraim, ha az orvosi képesítéséről vannak fenntartásaik... Nem, ezek etikai kérdések, Dr. Pearl. Nem egészen nincsenek értem. Nincsenek adataink arra nézve, hogy mi történt a háború alatt. Hogy érti azt, hogy a háború alatt? Honnan tudhatnám? Hiszen Auschwitzban voltam. Vagy ez nem derül ki világosan a kérvényemből? Minket az érdekel, mit csinált a háború alatt? Ez csak egy eljárás, egy formaság. Joga van tanúkat hozni, akik igazolják a személyét. Ó, én készségesen igazolom, tanúkat hogy... a múltból, doktor. Egy pillanat, kérem, én sajnálom, de... Senkit nem ismerek Szigetről, aki jelenleg New Yorkban él, vagy aki túlélte. Nem ismerek senkit sem, semmilyen tanút, aki igazolhatná a személyemet. Sosem tudhatja, talán összefut valakivel. De mégis miért kételkednek a személyemben? Foglaljon helyet. Helyezze magát kényelembe. Üljön le, Dr. Pearl. Mint azt ön is tudhatja... Egyike volt a sok száz menekültnek, akik New Yorkba érkeztek, és amíg nem tisztázzuk, hogy ki is maga valójában... Azt hiszik, hogy másnak adom ki magam. Mégis ki más lehetnék? Dr. Pearl, jelenleg több ezer személy özölli el az országunkat. Jók és rosszak. Ezért meg kell érteni... Dr. Pearl, egy igen, nem most már tökéletesen értem. Azt feltételezik rólam, hogy a rosszak közé tartozom, igaz? És most azt kérik tőlem, bizonyítsam be ennek az ellenkezőjét. Dr. Pearl, tudjuk, hogy számos táborban volt. Tábor? Amerikában tábornak nevezik Auschwitzot és Bergen-Belsent? Olyanra gondol, ahová nyaralni küldik a gyerekeiket? Uraim, biztosan megérték, hogy Dr. Pearl... És azt is tudjuk, hogy orvosi képzettségéből adódóan ezekben a táborokban szoros kapcsolatban állt a nácikkal. Rendkívül szoros kapcsolatban. Szoros. Ahogy mondja, a halántékomnak szegezett pisztollyal, igen, ez valóban szoros kapcsolat. Ön német orvosok mellett orvosként dolgozott. Náci orvosok mellett. Igaz vagy sem? Igen, német orvosok is voltak ott, persze, hogy voltak. Náci orvosok. Együtt dolgozott velük, igen vagy sem? Gizella... Uraim, van fogalmuk arról, mi ment keresztül? Gizella, kérlek. Hát nem kérlek, hiszem. Kérlek, lépj vissza, nyugodj meg. Kérlek. Rendben. Jegyzeteljenek csak. Mindannyian jegyzeteljenek. Anya odaadta az összes pénzünket a náciknak, így csak ékszerekkel tud fizetni. Nem, tedd el, Marta. Mondd meg az anyádnak, hogy nagyon kedves tőle, de majd kifizet a háború után. De hát ő... Ragaszkodott hozzá. Igen, és nem veszem el. Hallani sem akarok róla. Nem fogadhatom el, most nem. Segítjük egymást, ahogy tudjuk. Rendben. Most szaladjatok haza, és mondjátok meg ezt a szüleiteknek is, jó? Rendben. Kátya, Márta, menjetek már! Várom a Rossz-sziget lakosságának figyelmébe! Emlékeztetünk mindenkit, hogy 23 órától reggel 6-ig azonnali kiárási tilalom... A magyarok a szövetségeseik, papa. Hallgatnod kell rám, vagy Frederikre. Mondd el nekik, amit hallottál. Mose, a németek... Nem hagyjuk el Szigetet! Hogyan is mehetnénk el? Honnan tudjátok, hogy Csilla biztonságban? Helen azt írta, hogy már eljutott Budapestre. Együtt vannak? Nem tudom, mama, de gondolom, hogy igen. Vissza kellene jönniük. Giszka, hívd vissza őket. Nem, nem kellene visszajönniük, mama. Örüljünk, hogy biztonságban vannak. Papa, higgadnak kell lennünk, de valamit tenni kell. És mi van Bélával, Sándorral, Gyulával? Mama, ők már felnőtt férfiak, tudnak gondoskodni magukról és a családjaikról. Írnak majd, amint lehet, de te és a papa... Én
sehova. Kérlek, hallgassatok meg! Kérlek! Még van időnk, van ismerettségünk, és elég pénzünk is van. Te és papa Rózsával Palesztinában nyertek. Mi nem vagyunk olyan fiatalok, mint te. Nem kezdhetünk mindent előről. Ez a mi életünk, a világunk. Giszka, sziget az otthonunk. Mindig is sziget marad az otthonunk. Papa, kérlek! A németek kiirtanak minket. A magyarok ezt nem engedik. Egy civilizált nép ezt nem nézi tétlenül. A magyarok segítenek nekik. Hát nem látod, hogy kéz a kézben masíroznak felénk? Akkor az itt lakók akadályozzák Mose, meg. Mose, sziget csak egy város. Olyan, mint a többi. Giszkának igaza van. Hallgassatok rám. Mindannyian nyissátok ki a fületeket. Egy család vagyunk. Együtt maradunk. Nos, jó hírem van a számodra. Jó hírek ebben a borzalmas időszakban. Lehetséges. Nos, lehetséges. Végre terhes vagyok. Ha a baba rólam kapja a nevét. Oh, a férjem nagyon boldog lesz, ha megtudja a jó hírt. Köszönöm, doktor Pell. Ha maga nem lenne, ez sem lenne lehetséges. Nem, az úr akarta így, Lejkó. Én csak egy orvos vagyok. Gratulálok. Erzsébet, hozz egy kis kekszet. Kinyitni! Hé, mi folyik itt? Ez hátozunk, farac! Hogy merészelnek betörni az otthonunkba? Áruló! Zsidó szajhája! Szégyelheti magát! Hogy tehette ezt? Nincs joguk belépni ide! Papa, mit művelnek? Megvédve rólam a kezüket! Giszka! Nem kell jönnie! Hová viszik? Mit Giszka! Akarnak tőle? Ő csak megyele egy orvos! A kezét a lányomról! Móse! Fel! Macskos zsidó! Vegyék le rólam a macskos kezüket! Gizella! Frederik! A szigeti gettó. Egy hónappal később. Zsidó negyed. Belépni tilos. Papa! Sára, hozz egy kis vizet! Azonnal! Mit tettek veled? Ó, Istenem! Vigyék a másik szobába! Hozz egy kis vizet! Viszem! Gyere! Ülj le! Itt van a víz! Ezt vedd be. Gyógyszer? Igen, Erzsébetnek sikerült valahogy becsempésznie. Tessék, Frederik. Doktor Junger, ő hogy van? Még mindig magas a láza. Dávid, ezt be kell venned, tessék. Kérlek, nagyon nagy a láza, Dávid. Nem tudom lenyelni. Próbáld meg. Jól van, kész is. Doktor Junger, önt mikor engedték el? Tegnap. Úgy döntöttek, még sincs mit mondanom nekik. Miért vitték el őket? Miért verték meg őket? Miért művelnek ilyen borzalmas dolgokat? Megfélemlítésből. Más okuk nincs. Meg akarnak félemlíteni. Magda, kérlek, nyugodj meg, kérlek! Giszka, Holnap mindannyiunkat elvisznek. Holnap? Hová? Lengyelországba. Hová? Sára, ideje lefeküdni. Menj szépen.
De legalább mindannyian együtt maradunk, nem igaz? És mi lesz Csillával? Bélával? A többiekkel? Mama, nem tudom, de ők is nagyon erősek. Tudnak vigyázni magukra, és biztos vagyok benne, hogy nem akarják, hogy aggódjunk miattuk. Tessék! Mindenkinek jut belőle. Rejtsd a cipődbe, szükség esetére. Frederik, ezt komolyan gondolod? Öngyilkosság? Inkább véget vetek az életemnek, mint hogy megadjam az örömet ezeknek. Én is. Halkan kérlek. Nem szeretném, ha anya és a többiek meghallanák, miket mondtok. Giska, rejtsd el a cipődben, kérlek. Bocsánat. Gizella! Elnézést. Gizella! Gizella! Frederik, itt vagyok! Elnézést. Hol van dr. Junger? És a többiek? Halottak. Megitták a mérget. Isten. De Sára túlélte. Ő úgy tűnik nem kapott eleget. Most valahol a sorban kell lennie. De nem találom sehol. Mi történt, Giska? Papa, minden rendben van.
Drága Giska, esküdj meg, hogy látjuk még egymást az ígéret földjén. A könyvre esküszöm, papa. Esküszöm. Vizet! Vizet! Dávid! Vizet! Nők jobbra! Férfiak balra! Vizet! Vizet! Nők jobbra! Férfiak balra! Igyekezzenek már! Mi lesz? Gyorsabban! Gyerünk. Gyorsabban! Szabrában! Nők jobbra! Férfiak balra! Gyorsabban! Csak óvatosan, drágám. Láttátok ezt? Nők jobbra! Jobbra! Kérem egy pillanatra, uram, az öcsém! Kérem, az öcsém nagyon beteg! Tüdőgyulladása van! Láttam, orvosra van szüksége. Igen, de kérem, mi minél gyorsabban! Vigyétek a mentőautóhoz. Anya, kérlek, hadd menjek el. Jó, rendben, jól van. A fiam is vele lehet. Persze, ha ó, atya. Dávid! Dávid! Vigyék mindkettőjüket a mentőhöz. Anya, hamarosan visszajövök. Imre, várj meg ott! Kérem, uram, hol van a kórház? Hová viszik őt? A közelben. Schnell! Schnell! Maradjanak egy oszlopban. Ne álljanak meg. Igyekezzenek! Kérem, ne! Hadd maradhassak a férjemmel, kérem! Mondd meg anyádnak, hogy maradjon veled! Giska! Megtaláltam Rachelt! Rachel, a mi vonatunkon voltál? Igen! Nem látta Sára Jungert? Nem! Ne választanak el minket, kérem! Hogy van Isabel? Gyenge, és ki van száradva? Szegény kis Isabel! Ne! Giska! Giska! Mama! Dr. Pearl! Mama! Dr. Pearl! Majd én vigyázok az édesanyjára! Ne aggódjon! Majd én vigyázok az édesanyjára! Kérem, segítsen nekem! Schnell, mozgás! Schnell! Mozgás! Mozgás! Gyerünk! Schnell! Mozgás, mozgás! Mozgás! Gyerünk! Schnell! Thank you.
Rohadó disznó! Te meg mit művesz? Orvos vagyok. Vissza a sorba! És még megmerik kérdezni, kinek az oldalán álltam. Tessék! Látják? Írják le! Dr. Gizella Perl vagyok. A számom 25404. Fogoly. Nem pedig munkatárs. Jó reggelt, doktor Perl. Jó reggelt. Remélem, megérti, hogy tegnap nem állt szándékunkban felzaklatni önt. Megértem, semmi baj. Jó reggelt, uraim. Jó reggelt. Engedjék meg, hogy bemutassam a barátnőmet, Didi Goldsteint. Miss Goldstein. Jó reggelt. Jó reggelt. Foglaljanak helyet. Nos, folytassuk ott, ahol abban. Rendben. A vonat megérkezett, a családját szétválasztották. A nőket fertőtlenítették és levágták a hajukat. Egy nőt fejbevertek, és nem engedték, hogy segítsen rajta. Ezután számot tetováltak a karjára. Jól mondom? Igen. Dr. Perl, még mindig nem tisztáztuk azt a kérdést, hogy orvosként mi volt a szerepe a táborban. Auschwitzban, igen. Pontosan. Tehát, mielőtt tetoválták volna, azt mondta annak a nőnek, hogy... Ne feledjék el, kérem, az a nő egy náci őr volt. Akkor ennek a náci őrnek azt mondta, hogy maga orvos. Ekkortól kezdett orvosként nekik dolgozni? Nem, soha többé nem láttam őt. Többen voltak, nem csak ő egyedül. Nem így kezdtem el. Nem akkor kezdtem el, nem. Akkor mikor? Mikor történt? Önként jelentkezett? Vagy valaki kiválasztotta? Azt állítja, nem dolgozott velük. Talán az akarata ellenére kényszerítették, hogy dolgozzon? Nem, én... Önként jelentkeztem. De el kell hinniük, hogy akkor még fogalmam sem volt, mit művelnek. Gyerünk! Emeljék fel! Elnézést, de nem tudja, hol van a kórház. Nem tudja, hová vitték a férfiakat. Nem tudom. Istenem, hol lehetnek? Miért csipkedi az arcát? Mert így kap egy kis színt a bőrön, és nem választanak ki. Mi tartott eddig? Tessék? Kaviárt zabált, miközben mi itt rohadtunk. Majd hozzászokik. Mindenkit el kell égetniük, mielőtt ideérnek az oroszok. Sára.
Sára Junger! Csendet! Három napot adok neki. Aztán kaput. Sára! Figyelem! No csak, ez meg mi? Egy táncoló lány. Egy táncoló lány? Táncolsz nekem? Papa! Bravo, bravo, bravo! Ez örömet okozna önnek? Nem, nem, nem. Erre semmi szükség. Annyira bájos kislány is, nagyon szépen táncol. Köszönöm, papa. Enchanté. Gyere. Van maguk között orvos? Nincsenek. Ha? Egy sem. Achtung! Gibt es Ärzte hier? Nincsenek orvosok? Ha, na végre. Milyen orvoshoz van szerencsém? Nőgyógyász. Nőgyógyász? Nőgyógyász. Remek. Magánrendelője van, vagy egy bizonyos klinika alkalmazásában áll? Magánrendelőm van. Kolozsváron és Berlinben tanultam. Berlinben? Tudhattam volna. Én is Berlinben tanultam. Tudja, önöknek olyan tekintélyük van, amit lenyűgözőnek találok. Tisztelem és becsülöm mások tekintélyét is, de egy orvos tekintélye a legcsodálatosabb. Köszönöm, uram. És most... Elnézést, uram, engedélyével azt szeretném kérdezni. Tudna segíteni abban, hogy megtaláljam a fiamat? Tegnap elvitték a gyengélkedőbe, és megbeszéltük, hogy ott találkozunk. Nagyon aggódom miatta, és biztosan ő is nagyon aggódik miatta. Ez csak természetes. Minden rendes gyermek aggódna az anyja biztonsága miatt. Nagyon szeretném őt meglátogatni. Természetesen. Ez megoldható. Valóban? Igen. Talán addig is áthathatna neki egy üzenetet. Örömmel. Hogy hívják a fiát? Imre. Imre Krausz. Imrének megüzenjük, hogy az édesanyja jól van. Rendben? Köszönöm, uram. És most... Csak még egy dolgot, uram. Persze, mondja csak. Bocsásson meg, de lenne még valami. Igen, igen, folytassa. Az öcsém nagyon, nagyon beteg, és az kérem, anyám... Kérem, figyeljen rám. Ön, a férje, az édesanyja és az egész családja hamarosan ismét együtt lehet. Nem is gondolná, milyen hamar. Tényleg? Hogyne. Köszönöm, uram. Köszönöm, uram. És most kérhetnék én magától egy apró szíveséget. Nézze. Maga magyar, én német vagyok. Azt hiszem, a nők jobban hallgatnának magára, mint rám. Nemrég kialakítottunk egy helyiséget a terhes nők számára. Itt nincsenek megfelelő körülmények egy várandós anyának, ott tiszta ágynemű, finom ételek és orvosi ellátás várna rájuk. Nos, nem venném a lelkemre, ha gyalogolniuk kellene addig, ezért ott az a néhány teherautó, amivel elszállítjuk őket oda. A lényeg az, hogy minél hamarabb ráveszük őket, hogy beszálljanak, annál hamarabb részesülhetnek az őket illető ellátásban, és tudja, röstellem ezt mondani, de erre rendkívül nagy szükségünk is van. Érti, asszonyom? Érti. Nos, kiválogatná a terhes nőket, és megmondaná nekik, hogy álljanak a sor elejére. Megteszi? Természetesen. Természetesen megteszem. Hálásom, köszönöm. Nem, nem, én köszönöm. Én köszönöm magának. Ez kedves magától. Mm-hmm.
Elnézést! Dr. Mengele tájékoztatott arról, hogy a várandós asszonyoknak külön részleget biztosítanak. Tiszta ágyneművel, orvosi ellátással, meleg étellel. A vörös keresztes teherautók szállítják el önöket az új otthonukba. Igen, úgy gondolom, hogy ez a várandós nők számára egy nagyszerű lehetőség. Kérem, kérem! Ettől most nagynak érzi magát. Erősnek és hatalmasnak. Herr doktor. Nem értem, miről beszél. Mozgás! Mozgás! A halálba küldte azokat a szerencsétleneket. Nekem azt mondta, hogy a kórházba viszik őket. Hát nem tudja, hogy ki ez a doktor Mengele. Egyetlen dologhoz érde nagyon. A halálhoz. Nem, nem. Azok vörös keresztes teherautók voltak. És hol vannak a vörös keresztes ápolók, doktornő? De... A fiam is. A fiam is egy vörös keresztes autóba segítette fel az öcsémet tegnap este. Mindkettőjüket elvitték. Az öccse és a fia is oda került, ahová ezeket a nőket viszik. Nem, nem, nem. Ahová maga küldte őket. Dr. Mengele megígérte, hogy átadja az üzenetemet Imrének. Dr. Mengele megígérte, hogy üzenetet ad át Igen, Imrének. Így volt. Aki a kórházban van. A kórház nem más, mint egy gázkamra. Nem, az nem lehet. Nem. Egy krematórium. Nem, nem. A fia halott. Nem. Nézze, nézzen oda. Ott vannak Dr. Mengele vörös keresztes autói, látja? Nagy orvosnak képzeli magát, mi? Akkor mi ez az édeskés illat? Hm? Nem. Biztos érezte már korábban is, ha valóban orvos. Hallja őket? Tudja, mit égetnek? Nem. Emberi húst. Felfogta? Emberi húst. Azért nyelte le a mérget, mert végezni akart magával? Dr. Pearl? Igen, igen. Annak tudatában, hogy mi történik. Mi történt? A krematórium. A fiam Imre. Mindez túl sok volt. Nem bírtam feldolgozni. Együtt érzünk magával. Nos, az első nap, tehát ekkor értesült először a gázkamrákról? Igen. Nyíltan beismeri, hogy maga küldte azokat a nőket a halálba a gázkamrákban? Rászedtek. Nem hallották, amit eddig mondtam. Ugyanolyan voltam, mint azok a nők, csak hogy én életben maradtam. Hát nem értik, Dr. Mengele azt mondta, hogy azok a nők orvosi ellátást kapnak. Orvos voltam, és mint olyan segíteni akartam rajtuk. Elhittem, hogy mindenki megkapja a neki járó ellátást. De új voltam. És akkor még nem tudtam, milyen kezeléseket alkalmaznak ott a terhes nőkön. Tehát ez a kezelés gázkamrát jelentett? Többnyire igen, de néha kísérleteket végeztek rajtuk. Ön is részt vett ezekben a kísérletekben, Dr. Pearl? Kényszer hatására sem? Előbb kértem volna, hogy lőjenek agyon, mint hogy bárkin kísérletezzek, legyen az terhes vagy sem. Tehát azt állítja, hogy nem segítkezett Dr. Mengelének? Ő
Önök csak a szavakon lovagolnak, hogy segítettem-e doktor Mengelének? Igen. Nos igen, segítettem az első napon a tudtomon kívül. Aztán rájöttem, milyen sorsra jutottak azok a nők. Azt hittem, segítek rajtuk, de ehelyett a halálba taszítottam őket. Amint ezt megtudtam, megesküdtem, hogy Auschwitzban nem lesz több terhes nő, amíg ezt megakadályozhatom. Igen, erős szavak, doktor Perl. Igen, de mit érnek a szavak, Mr. Prentice? Arra nincsenek szavak, amit én ott láttam. Most tartsunk ebédszünetet, és folytassuk 2 órakor. Ha ez mindenkinek megfelel. Persze, hogyne. Már vége is? Nem megyek vissza. Miért? Rachelről is beszélt. Ugye beszélt Rachelről és Isabelláról, igazam van? Csak magáról beszélt. Dr. Perl, folytassuk az abortusz kérdésével, amit még az ebédszünet előtt említett. A vízum kérelmében azt írja, hogy több mint 1000 abortuszt hajtott végre, igaz ez? Ez csak egy hozzávetőleges szám, de igen, közel áll hozzá. Dr. Perl, mindegy, mi volt a cél, ez akkor is egy megtöbbentő szám. Mindennek igenis volt célja. Egy fontos és életbevágó célja, az, hogy megmentsem az anyákat. Hogy megmentse az anyák életét? Nők, akik állítása szerint mint halálra voltak ítélve. Mr. Prentice, a nácik célja az volt, hogy mindenkit meggyilkoljanak, minden egyes zsidót. A cél, hogy éheztessenek, megtörjenek, lelőjenek, megégessenek, elgázosítsanak, bármi. Ezt értjük, Dr. Perl, de felmerültek. Orvosként és emberként az volt a célom, hogy túléljem. Kitartottam, és kényszerítettem másokat is. Igen, kényszerítettem másokat is, hogy ne adják fel a reményt, mert az oroszok, vagy talán önök megtalálnak és megállítják a mészárlást. Önök a saját háborújukat vívták, én a magamét. Ezt nem értem, de talán megmagyarázza. Hogy érti, hogy az ön háborúja? Ugyan már, uraim, pedig annyira egyszerű. Akikről kiderült, hogy terhesek, megölték. Azért végeztem el az abortuszokat, hogy az anyák életben maradjanak. Ha sikerült megmentenem egy anya életét, és túléli a háborút, Isten akaratából egy nap újabb gyermeket hozhat a világra, addig nem lehet kiirtani a zsidókat, amíg a zsidó nők gyermekeket szülnek. Auschwitzban születtek gyerekek? Igen, született néhány. De az újszülötteket azonnal meggyilkolták az édesanyjukkal együtt. A nőket elkülönítették a férfiaktól. Hogy lehet, hogy mégis teherbe estek? A legtöbben már várandósan érkeztek Auschwitzba. A többieket SS tisztek erőszakolták meg, vagy ételért cserébe árulták a testüket a latrinákban. A latrinákban. Igen, voltak férfi rabok, akiknek bejárásuk volt ezekre a területekre. 1000 nő lett terhes. Nem gondolja, hogy ez a szám, ez nagyon magas? Mr. Prentice, Auschwitz nem néhány fakunyhóból állt. Valóságos kisváros volt. Értse meg, csak a magyar nők részlegén több mint 30 000 voltunk. Ilyen létszámhoz képest 1000 terhesség elenyésző. Korábban azt mondta, hogy dr. Mengele terhes nőkön végzett kísérleteket. Igen, a magzaton és az anyán egyaránt. Érzéstelenítés nélkül. Az volt a célja, hogy saját pervers hajlamát kielégítse. Tudom, hogy felfoghatatlan, de míg nem használt érzéstelenítést, megkövetelte a steril eszközöket.
Ezt épp emberi ész nem fogja fel. Ha nem volt jelen a kísérleteknél, honnan tudja, hogy egyáltalán voltak? Mert a nőket utána hozzám hozták kezelés céljából. Hogy aztán újra dolgozhassanak. Többségük nem is élte túl. Ez rádöbbentett, hogy még több abortuszt kell végrehajtanom. Dr. Pearl, az az érzésem, hogy nem igazán vagyunk tisztában, nem igazán értjük mindazt, amit elmond nekünk. Értem, rendben. A szigeti nők voltak az elsők, akik túlélték az első válogatást. Hallottak rólam és megkerestek. A lány, aki idehozott, azt mondja, maga ismer engem. Dr. Pearl! Istenem! Leiku! Istenem! Leiku! Tudna segíteni? Persze, hogy segítek, segítek neked. Én nem akarom ezt, de ha Mengele megtudja, gázkamrába küld. Tudom, de most figyelj rám! Miután elhagyjuk ezt a poklot, neked és a férjednek megint babátok lesz, aki szabad lesz, Leiku. De ez is hallgattass el, még a végén felébreszti a kápót. Rendben. Dr. Pearl, talán mégsem kéne. Kérlek, tedd szét a lábadat. Jól van. Figyelj rám, lassan lélegezz az orrodon keresztül, megértettél? De legalább láthatom a babát. Persze, hogy láthatod, nyugodj meg, de most feküdj hanyat. Kérem, most fogja be a száját. Maradj csendben. Nyugodj meg, Leiku. Megígérem, hogy lesz még kisbabád. Leiku! Tette Leiku magzatát? Nem. Úgy értem, igen. Leiku magzata meghalt. De ha akkor még nem volt bejárása a kórházba, és nem voltak eszközei... Még a kórházban is, ha azt annak lehet nevezni, kevés volt az eszköz, Mr. Prentice. Nem maga mondta, hogy Dr. Mengele steril eszközöket használt? De igen, de csak... A kísérleti blokkban, a 11-es blokkban, viszont a kórházban sohasem tevékenykedett. Mielőtt a kórházba került, és elvetette ezeket a csecsemőket. Magzatok! Mégis hogy csinálta eszközök használata nélkül? A puszta kezeimmel, Mr. Prentice. Igen. Bocsásson meg, Dr. Pearl, de nekem úgy tűnik, önben nincs egy szikrányi megbánás sem a tetteiért. Ne haragudjon, Mr. Prentice, de szerintem maga nem figyelt. Miért kellene megbánnom azt, hogy megmentettem 1000 nő életét? Minden alkalommal kockáztattam az életemet. Ha bármikor lelepleztek volna engem is, gázkamrába küldenek, akkor miről beszél? Ezek a történetek, Dr. Pearl. A logikája. Egy pillanat, kérem, hagyja abba az írást egy percre. Álljon le!
Hagyja abba az írást, kérem! Igen? Uraim, Auschwitz különálló ország volt. Saját szabályokkal, logikával, és ezek a szabályok napról napra változtak, az adott körülményeknek megfelelően. Mi, akik ott éltünk, nem ítélkezhettünk egymás fölött. Ezért lehetetlen, nem is, inkább abszurd, hogy maguk próbálnak ítélkezni fölöttem. Igen. Jó estét, Dr. Bell. Itt Dr. Mengele beszél. Annyira örülök, hogy megtaláltam magát. Rendkívül örülök, hogy... Mikor kérték fel az auschwitzi női kórház vezetésére, Dr. Pearl? Mikor bízták meg önt ezzel? Már nem emlékszem pontosan. Csak arra emlékszem, hogy a hajam lassan megőszült és kihullott. Nem tudom, talán 2 hónappal az érkezésem után. Dr. Mengele bízta meg? Igen. Dr. Mengele. A zsidó orvosok, lépjenek előre! Kórházat nyitunk a nők számára! Minden zsidó orvos, lépjen előre! A neve? Dr. Ruth Stern, onkológus Budapestről. Remek. A többi orvos is lépjen előre. Közelebb, közelebb! Forduljon meg! Minden zsidó orvos lépjen előre. A neve? A neve? Senki más? A neve? Dr. Gizella Pearl, Szigetről. Na igen. Nőgyógyász. Igen. Remek. Mostantól gyakran találkozunk majd. És pontosan mit csinált a kórházban, vagy ahogy ön nevezi, a gyengélkedőben? Legjobb tudásunk szerint láttuk el a betegeket és a sérülteket. Nem voltak kötszereink, helyettük papírcsíkokat használtunk, és gyógyszereink is alig voltak. Mozgás vissza dolgozni. Elnézést, engedélyével szeretném, ha a páciens még egy napot pihenne. A lába nagyon elfertőződött, és nem hiszem, hogy... Mozgás.
Állíts a lábra ezt a nőt délutánra. Munkára alkalmas. Minden rendben. Dr. Pearl, a rendelkezésünkre álló információk szerint az egyik betege egy SS-tiszt volt. Ez igaz? Nem tudom elhinni. Még mindig azt feltételezik, hogy ezt én választottam. Hogy szándékosan segítettem a náciknak. Kérem, válaszoljon a kérdésre. Igen. Irma Gríze hivatott a lakrészébe. Jöjjön. Mert azt hitte terhes. Vegye ki belőlem. A fiókban találsz terileszközöket. Hozza ide. És ha bárkinek szólni mer erről, le fogom vadászni magát. Nem beszélek róla senkinek. Maga jó orvos. Kár, hogy meg kell halnia. A németeknek kell a jó orvos. Fájni fog? Egy csípést és egy húzást érez majd. Enyhe görcsök léphetnek fel, és vérzés. Mennyi ideig fog fájni? Nem bírom a fájdalmat. Értem. Nem sokáig, néhány óráig, addig is pihenjen és maradjon ágyban. Megengedi? Köszönöm, Dr. Pearl. Azt hiszem, ennyi elég is mára. Holnap folytatjuk a szokásos időben. Kérem, egy pillanat. Azt mondják, még egy nap? Lenne még néhány kérdésünk. Nem hiszem el, hogy a Yankees már megint kikapott. 10 dolcsimba került. Ez történik, ha egy vesztesre fogadsz. Az egyik pillanatban még Auschwitz, a másikban már baseball. Milyen könnyen tudnak váltani az urak? Dr. Pearl, biztosíthatom arról, hogy mindannyiunknak nehéz mindezt végighallgatni. Igen, Mr. Schumann, biztos vagyok benne, hogy igaza van. Uraim, sajnálom, de van valami, amit nem értek. Néhány nappal ezelőtt a kezembe került egy napilap. Mr. Prentice talán ön is hallott róla. A neve Camomville, egy katolikus kiadvány. Ebben a kiadványban cikkeket találtam a táborokról, ahogy önök nevezik őket. Ez 3 éve történt. Önök tudták. Amerika tudott róla. Mindenki tudta, de csak ölbetett kézzel ültek, és nem tettek semmit. 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 Bocsássanak meg. Kérem, kérem, Mr. Prentice, hadd fejezzem be. Holnap reggel folytatjuk. Míg a zsidókat 44 nyarán tömegesen pusztították. Önök mit tettek, Mr. Smith? Talán épp a feleségével sétált karöltve, miközben épp egy piknikre tartottak. Én komolyan nem értem magukat. És maga, Peter Schumann, zsidótársam, vajon épp mivel töltötte az időt? Templomba ment? Vagy a fia baseball meccsét nézte? A fiamat megölték a partraszállás napján. És a testét nem találták meg. Ó, kérem, bocsásson meg. Istenem, bocsásson meg. Bocsásson meg. Nagyon sajnálom. Őszintén sajnálom. De amikor a történtekről beszélek, elveszítem a fejemet.
Sajnálom a fia elvesztését. A bocsánatát kérem. Akkor holnap reggel. Dr. Pearl? Csak én vagyok az Dr. Pearl. Martha Weiss. Szigetről. Sosem gondoltam volna, hogy egy nap majd önnel sétálok Amerika utcáin. Ilyen csinos ruhában a nagyszerű Dr. Pearl-lel. Senki sem hitte volna. Talán elhitethetnéd a hivatalnokokkal. Miért? Nem hiszik el, hogy ön remek orvos. Még nem, de nem hibáztathatom őket. Sosem jártak szigeten. Tudod, Martha, nekik itt van a Park Avenue és a Central Park, de nekünk ott volt a korzó. Igen. A Tisza. Igen. Több lány is érkezett szigetről. Valóban? Igen. Az Egyesült Zsidó Felhívás Szervezet munkatársa szerint itt vannak. Ez csodálatos, Martha. Akkor ismét összejöveteleket rendezhetünk, mint annak idején otthon. Én is mehetek. Drágám, te lennél a díszvendég. Most vettem észre, hogy a haja ismét barna. Megfestettem. Túl fiatal vagyok az őszhajhoz. Dr. Pearl, kaptunk egy levelet egy hölgytől, aki nemrég érkezett New Yorkba. A hölgy neve Zozia. Mindegy. A lényeg az, amit ez a Zozia ír, miszerint a húgát nem látták el a kórházban, mert nem fizetett önnek. A szóban forgó hölgy ennek következtében meghalt. Igen, emlékszem az esetre. Muzulmán volt, vagy ahogy mi nevezzük, élőhalott. A gyógyszereink között nem is tartottunk olyat, amivel megmenthettük volna. Sajnálatos eset volt. Tehát sosem kért fizetést a szolgálataiért? Soha sem kértem. Mondhatok valamit? Igen, tessék. Dr. Pearl. Dr. Pearl megmentette az életemet ott a kórházban. És nem én vagyok az egyetlen. Sokakat megmentett. A saját szememmel láttam. Soha sem kért semmit. Mindig csak adott. Mesélhetek róla. Szívesen meghallgatjuk. Annyira beteg voltam, hogy nem tudtam járni. A nővérem Kátya nagyon erős volt. Tulajdonképpen ő vitt el hozzá. Itt van Dr. Pearl szigetről! Itt van! Martha! Kátya! Gyertek! Ruth! Szükségem Igen? van a segítségedre. Minden válogatásnál elrejtett. Ha Dr. Mengele erről tudomást szerzett volna, agyonlőtte volna. A többi orvos is segített Dr. Pearl. Ne! Feküdjenek vissza! Több mint egy hétig rejtegetett. Kedves szavakkal vigasztalt. A saját élelmiszer adagját margarinra cserélte.
hogy én megerősödjek. Én sokkal tartozom neki. Jól van, minden rendben van. Dr. Mengele rettegett a betegségektől, különösen a tifusztól. Auschwitzban fékezhetetlenül terjedt, és a legapróbb tünet esetén is az egész érintett női barakot gázkamrába küldte, a két szomszédos barakkal együtt. Más szóval, 3000 nőt öltek meg egyetlen tifuszos beteg miatt. Biztos voltam benne, hogy Márta is tifuszos. Ha Mengele ezt megtudta volna, mindenkit gázkamrába küld, orvosokat, betegeket. Váratlan időpontokban toppant be, vérmintákat követelve. Nem ez volt az első alkalom, és nem is az utolsó. Igyekezz, Giszka. Igyekezz, Giszka. Rendben. Jó, akkor most mindenki nyújtsa ki a karját, hogy lássuk. Amikor Mártára került a sor, mind az 5 orvos a saját véréből vett mintát, majd az üvegcséket a páciensek sorszámával jelölte meg. Mi egészségesek voltunk, ezért a mi vérmintáinkat adtuk Mengelének. És ez működött? Mindig. Igen, de ez még nem minden. Dr. Pearl több alkalommal is megmentette az életemet. Ezek szerint a nővére is túlélte? Nem. Őt elkapták, amikor éppen nekem akart ételt lopni. Irma Gríza agyonlőtte az én drága kátyámat. Kátya! Kátya! Gyere! Megpróbáltam elvonszolni dr. Perlhez, de nem volt elég erő. Kátya, kérlek! Gyere! Nem tudtam felemelni. Dr. Perl! Mennünk kell! Gyere! Kátya! Menj fel és vigy egy forró fürdőt, rendben? Mesés fürdőolajam van Párizsból. Amíg te ellazulsz, addig én bevásárolok, és összeütünk egy finom vacsorát. Nem baj, ha egy ideig magánál lakom. Ó, drágám, gyere ide! Téged az Isten küldött. És most menj és mártózz meg! Rendben, megyek! Kóser kenyeret vegyenek! Nagyon szép. És egy kevés... Gizela Perl. Zozia? Ne szolgálja ki ezt a nőt! Doktornő! Kérem, a testvérem nagyon beteg! Látja? Nem. Sajnálom, Zozia, de nem gyógyíthatom meg. Segítenie kell rajta, meg fog halni. Sajnálom, de még a reggelt sem fogja megérni, Zozia. Sajnálom, de nincs több hely. Akkor legalább nem halhatna itt meg. Méltósággal. Nem látod, hogy nincs elég helyünk? Kérem, könyörgöm. Nem könyörgöm. Tehetek semmit. Megölte a testvéremet. Maga nem orvos, hanem gyilkos. Rohadt gyilkos! Félre az utamból! Oh, pardon! Hölgyem, talán ismerjük egymást? Nem. Találkoztunk már? Azt hiszem, ma láttam őt. Kit? Mengelét. Dr. Mengelét. Olyan más volt. Francia akcentussal beszélt, de ez még nem jelent semmit. Talán így álcázza magát. Gondolja, hogy ő is New Yorkba jött? Ó, igen. Ide jönne, ha tudná, hogy én is itt vagyok. Ugyan már, miért jönne ide csak magáért? Mert tudom. Tudom, miket művelt. Mert láttam a kísérleteit, láttam. Láttam, mit művelt azokkal a nőkkel. Jöjjön!
Nem tart sokáig. Gondoltam, talán magát is érdekli. Jöjjön! Nem? Mondja, orvosi praxisa alatt hozzávetőlegesen hány iklet hozott a világra? Nem tudja? Pedig kellene. Kérem, árulj el. Szeretném tudni. Igen, nos, talán két iker. Értem. És olyan esete volt, amikor az anya több ikerrel volt terhes? Nem, Dr. Mengele. Akkor van számára egy rendkívül különleges esetem. Egy nő a cigánytáborból várandósan érkezett ide. Azóta kiderítettük, hogy ikrei lesznek, de ami igazán különlegessé teszi, az az, hogy már van két 12 éves egypetélyű ikre. Két fiú. Igen. Két csodálatos fiú. Izmosak. Látnia kellene, mit művelnek velem focizás közben. Kilopják a csokit a zsebemből. Rendkívül okos fiúk. Nagyon megkedveltem őket. Szóval, egy ikrekkel várandós nőről van szó, akinek már van két egészséges ikergyermeke. Hát nem izgalmas? A cigánytábor elbűvölő példányokkal látott el bennünket. Azt még nem tudjuk, hogy a meg nem született ikrek egypetélyűek-e, de rövidesen megtudjuk, miután megindítja a szülést. Ez egy fantasztikus lehetőség arra, hogy egy időben tanulmányozhassuk a két fiút és újszülött testvéreiket. Erre még nem volt precedens. Természetesen az anyát is tanulmányozni fogjuk. Ő az, aki segíthet feltárni az ikrek fogantatása mögött rejlő rejtélyt. Már alig várom. Remélem, ön is örül neki. Elnézést, Dr. Mengele, de itt nincs semmiféle rejtély, nincs titok. Az orvosok tudják, hogyan fogannak az ikrek. Igen, de képzelje csak el, Dr. Pearl. Ha sikerülne elkülöníteni egy ikrek fogantatására hajlamos nő petét, vajon sikerülhetne ugyanezt az eljárást alkalmazni más nők esetében is, különösen az árnyanők esetében? Gondoljon csak bele a következményekbe, ha? Igen. Nem is lehetne találni ennél jobb módszert arra, hogy szaporítsuk az árnyafajt. De először ki kell iktatnunk mindent, ami beszennyezhetné az árnyavért. Igaz? Feltételezem, hogy egy ilyen képességekkel és tanulmányokkal rendelkező gyönyörű nő minden bizonnyal beszél franciául. Igaz? Igen, beszélek franciául. Remek. Mindig is tudtam, hogy bennünk sokkal több közös vonás van az orvostudománynál. Annak ellenére, hogy az anya cigány meglepően jól érti a németet, éppen ezért. Ma csak franciául fogunk társalogni. Oui, madame. Rendben. Voilà! Ugye milyen erősnek néz ki? Igen. Amikor ma megláttam a teherautón az ikreivel, azonnal tudtam, hogy különlegesek. Két pár iker. Ha? Igen. Igen. Eddig jó ellátásban részesült, ugye? Igaz? Igen. Maga nagyon, nagyon szép munkát végzett. Egy kollégám is velünk tart ma, hogy megfigyelje a dolgokat. Be kell mosakodnom. Nem maga. Magának nem szükséges. Menjen és lásson neki. Üdvözlöm. Mit csinálnak velem? Maga tudja? Én is fogoly vagyok itt. Azért jöttem, hogy világra segítsem a babáit. Rendben? Na és mit szeretne? Fiúkat, lányokat? Nem tudom. Talán egy fiút és egy lányt? Talán. Gyönyörű anyuka. Ne féljen. Istenem. Mit tettem, Istenem? Mit tettem? Istenem, bocsáss meg! Bocsáss meg nekem, Istenem! Mit tettem? De nem volt más választása, Dr. Pearl. Nem önszántából tette, csak segíteni akart. Én láttam, és holnap ismét elmondom nekik. Édes Istenem, bocsáss meg!
Általában fenol injekciót adunk a szívükbe. Az tisztább megoldás. De ekkora ellenállásnál minek vesződni velük? Dr. Perg, mossa le a vért a hasáról, a Sonderkommandónak látnia kell a boncolási utasításokat. Boncolás? Igen, jól hallotta. Igyekezzen, kérem. Tegyék őt azonnal a teherautóra, nincs időnk piszmogni. És takarítsák ki a műtőt a padlótól a mennyezetig. Egek, micsoda koz. Mozgás, igyekezzenek. Ó, egyébként örömmel fogadnánk, ha velünk tartana. Köszönöm, de várnak a betegeim. Vissza kell mennem hozzájuk. Ahogy vagy. Ó, Istenem, legfőbb törvénynek tekintem a beteg testi lelki gyógyítását. Hát persze, legfőbb törvénynek tekintem a beteg testi lelki gyógyítását. Tevékenységem soha nem irányul az emberi élet kioltására. Soha nem irányul. Igen, a betegek emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartom. Igen, Istenem. Ha ezt az eskümet megtartom, és nem szegem meg, örvendhessek életem végéig tudásomnak és az életnek. De ha bármi módon megszegem eskümet, történjék ennek ellenkezője. Történjék ennek ellenkezője. Istenem. Ó, Istenem. Ó, papa, papa, annyira sajnálom. Bocsáss meg nekem. Bocsáss meg, papa. Papa. Papa, bocsáss meg. Papa. Én mindent tőlem telhetőt megtettem, esküszöm. Esküszöm, hogy próbáltam. Próbáltam hinni, még abban a pokolban is. Annyira akartam hinni. Doktornő! Doktor Perl! Doktor Perl! A kápó eltörte a karomat, és 20 perc múlva vissza kell mennem dolgozni. Várjon a sorára, mint a többiek. Ezek az asszonyok egész nap vártak. Doktornő! Egy pillanat. Üljön le, nyújtsa ki a karját. A testvéremnek azért kell meghalnia, mert nincs semmim, Dr. Perl. Hall engem? Vagy mindkét fülét teletömte a lopott kenyérrel? Tényleg, Istenem. Ó, Istenem. Bocsáss meg, Zozia miatt. Istenem. Bocsásd meg, amiért egyeseket elutasítottam, amiért nem volt, mit adjanak nekem. Én csak megpróbáltam életben maradni. Hát olyan nagy bűn ez. Élni akarsz? Istenem. Túl akarod ezt élni, Giszka? Igen? Figyelj rám. Figyelj. Csodálatos orvos vagy, Giszka. Egy igazi kincs. Igen. Néha kinevetünk. Pletykálunk a hátad mögött a partijaidról, a verseidről, ahogy énekeltél a vendégeidnek, még akkor is, ha a szemed láttál a Én már csak szavakkal tudom őket kezelni. Nem gyógyszerekkel, csak szavakkal. Szavak vagy gyógyszerek, Giszka. Úgy is mind meghalnak. Ahogy mi is. Nem. Hát nem érted? Attól a pillanattól kezdve, hogy feladod a reményt, meghalsz, barátom. Hogyan? Giszka, hogyan reménykedhetnénk még, hiszen már feláldoztuk a lelkünket. Én nem áldoztam fel. Semmit. Miért jó neked, ha ebben az álomvilágban Miről beszélsz? Giszka, nézd, mi lett belőled.
Hogy merészelsz újjal mutogatni rám? Majd meglátjuk, milyen bátor vagy, amikor Mengele rád mutat. Nem vádollak semmivel, Giszka. De igen, igenis vádolsz. Hallgass rám! A végén úgyis mindannyiunkat a gázkamrába hurcolnak. Ezt nem fogadom el! Hagyd nem abba. Fogadom el! Nem fogok itt meghalni. Hallottad? Nem, nem. Nem! Nem fognak elgázosítani! Nem tehetik! Nem tehetik! Nem tehetik! Nem akartam meghalni. Nem akartam meghalni, papa. Emlékszem, hogy kislánykorom óta vágytam arra, hogy orvos lehessek. És az is lettem. Nagyon jó orvos lett belőlem, ha ez nem nagy képűség. Tudtam, hogy minden egyes gyermek, akit a világra segítek, egy ajándék. Nem tőlem, hanem Istentől. De minden megváltozott, miután Auschwitzba deportáltak, és ott kezdtem el orvosként dolgozni. Tudnak néhány dologról, amit ott tettem, a terhes nőkért. De igen, megérkezésem első napján akaratomon kívül nagyon sok nőt küldtem a halálba. És igen, néhány tettem. Néhány eljárás, amire kényszerítettek. Nem volt tisztességes. Úgyhogy igazuk van. Vér tapad a kezeimhez. És higgyék el, legalább olyan tisztán látom ezt, mint ezt a tetoválást a karomon. Mindkettő örökre arra emlékeztet, hogy orvos voltam Auschwitzban. De nem csak a világot emlékeztetik, hanem engem is. És tudom, hogy önöknek, uraim, nehéz lehet mindezt megérteni, hiszen nem voltak ott, de ez az igazság. Csak tettem, amit tennem kellett. A túlélésért. Azok, akik nem élték túl, bizonyos értelemben ők maradtak a legjobbak. A családom. Frederik a férjem, az anyám és az apám. Dávid a testvéreim. Imre a fiam. Ők nem lehetnek itt velem. Ők nem térhettek haza velem. Vajon Isten miért hagyta meg az életemet? Ki tudja? Hinni akarom, hogy azért, hogy még több gyermeket segíthessek a világra. Szabad gyerekeket, akiknek esélyük van az életre. Nem értik, ha csak egy zsidó gyermeket is sikerült világra segítenem, aki aztán felnő és gyermekeket szül, akik szintén gyermekeket nemzenek. Értik a lényeget? 1 millió ártatlan gyermeket írtott ki Mengele. Én 1 millió gyermeket szeretnék világra segíteni. A halálom napjáig az a célom, hogy újraépítsem azt, amit a nácik minden áron el akartak pusztítani. Uraim, engedjék meg, hogy orvos lehessek itt Amerikában. Hiszen Isten miért engedte volna meg, hogy túléljem? Kérem. Jól van, jól van, jól van, jól. Mi történt? Itt vannak az oroszok! Megérkeztek az oroszok! Isten! Simon! Simon! A kisbabát szabad. A kisbabát szabad.
Az első szabad maga Auschwitzban. Igen. Dr. Perle, bár a fogsága ideje alatt folytatott néhány tevékenysége megkérdőjelezhető volt, a szándéka nem az. Tetteit a saját és a gondozása alá első nők túlélési célja vezette. Ezért elfogadjuk az állampolgársági kérelmét. Dr. Perle, a titkárnője hívott. Mondja meg Olgának, hogy késni fogok, és csak fél óra múlva érkezem. De sürgős, egy páciensnél elkezdődtek a fájások. Itt a kabátja, hogy indulhasson. Mondja meg Olgának, hogy küldje ide a beteget. Olga azt mondta, a hölgy nem hajlandó kórházba menni, a látványától is retteg. A Lower East Side-on van. Úgy tűnik, a páciens szigetről ismeri magát. Egek. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm, asszonyom. Vigyázzon, hölgyem. Dr. Perle? Igen. Ide fent, az emeleten. Ah, Istenem. Siessen. A feleségem, kérem, jöjjön. Hol van? Ide bent. Köszönöm, Dr. Perle. A feleségem egész nap hívta magát. Tudna adni egy kötényt? Igen, itt van. Itt van. Köszönöm. Nincs mit. A feleségem ide bent van. Forraljon vizet. Hozzon tiszta lepedőket, és melegítse fel őket. Vizet igyekezzen gyorsan. Itt is van, Dr. Perle. Itt vagyok. Lejkú. 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 Elég időd lesz utána sírni. Most dolgunk van, igaz? Rendben, most lélegezz. Lélegezz mélyeket. Ez az. Lélegezz. Istenem, segíts, hogy világra hozzam ezt a kis életet. Igazi kincs, Lejkú. Egy ajándék Istentől. Végre. Dr. Gisela Perle virágzó magánrendelővel büszkélkedhetett New Yorkban, ahol több mint 2000 gyermeket segített a világra, mielőtt 1981-ben Izraelbe emigrált. Izraelbe érve minden idejét a jeruzsálemi Sharé Tzadik kórháznak szentelte. 1988-ban hunyt el. Thank you.